Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. Már is mutatjuk mai témáinkat. Idén a vírus miatt elmarad a Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó ökumenikus istentisztelet. Csúcsot döntött a napi halálozások száma, szigorodnak a karanténszabályok. Betörtek a Védőháló Karitatív Egyesület adományboltjába. Idén más lesz a Mindenszentek ünnepe a koronavírus járvány miatt. Nem indítanak temetői buszjáratokat, és nem lesz ökumenikus istentisztelet sem. A temető dolgozói arra kérik a megemlékezőket, hogyha lehet, ne erre a két napra időzítsék a sírok látogatását, a fertőzés elkerülése véget. Ahogyan ezt megszokhattuk, idén is meghosszabbított nyitvatartással várja a megemlékezőket a köztemető. Október 31-én és november 1-én egészen este 9 óráig lehet látogatni a síremlékeket. Azonban a járvány miatt egészségünk megőrzése érdekében több változás is lesz a temetőben. Idén a szervezett közös kegyeleti megemlékezés elmarad, tehát nem lesz a temetőben közös gyertyagyújtás, ökumenikus istentisztelet keretében. Ami változás még a korábbi évekhez képest, hogy a temető belső forgalmát, a hozzátartozók könnyebb sírhoz jutását kis buszok segítették. Ebben az évben a megfelelő távolságtartás betartása érdekében nem közlekednek most kis buszok. A temetőbe való behajtás október 31-én délelőtt 10 óra után csak a mozgáskorlátozottak számára lehetséges. November 1-én pedig szintén 10 óra után már senki nem mehet be járművével a temető területére. Herceg Anikó arra kéri a megemlékezőket, hogy ha lehet, akkor ne erre a két napra időzítsék a sírok látogatását, a fertőzés elkerülése véget. A kialakult helyzet azt gondolom mindannyiunkat óvatosságra int, vagy legalábbis óvatosságra kell, hogy intsen, hisz a szeretteinkre való emlékezés nem csak kizárólag ehhez az egy-két naphoz köthető, hisz ők mindig itt élnek bennünk és velünk, és az emlékezésnek is folyamatosnak kell lenni. Tehát aki teheti, az jöjjön most ki a temetőbe, és esetleg november 1-én gyújtson otthon gyertyát meghitt környezetben. Aki mégis kimegy a temetőbe, az figyeljen arra, hogy gyúlékony anyag mellett ne hagyjon égő gyertyát, valamint vigyázzon értékeire is. Herceg Anikó hangsúlyozta, most a legfontosabb, hogy figyeljünk az idősekre, ne hagyjuk őket egyedül a temetőben. A forgalom növekedést egyébként ma érezték élénknek a temető melletti árusok, akik azt mondják, a járvány miatt nem tudják, mire számítsanak. Máma egy kicsit már jobb volt, de a múlt héten nem igazán. És mire számítanak itt november 1-e környékén a forgalom tekintetében? Ezt azért nem tudni, mert ugye, hogy mennyire a vírus miatt majd mennyire félnek, vagy visszafogják magukat, ezt nem tudom. Ezt nem lehet kiszámítani, az az igazság. Kecskemét helyi autóbuszjáratainak menetrendje is megváltozik. Október 31-én szabad nap, november 1-én pedig munkaszüneti nap szerint közlekednek majd a buszok a városban. Változik a kecskeméti piacok nyitvatartása november 1-én vasárnap a Mindenszentek ünnepe miatt. Az intézmény és piacfenntartó szervezet közleménye szerint a budai utcai piaccsarnok és szabadtér a megszokott vasárnapi munkanap szerint reggel 6-tól délig tart nyitva az ünnepnapon is. A Széchenyi városi kispiac szintén a vasárnapi munkanap szerint reggel 6-tól délután 2-ig fogadja az érdeklődőket. A Szent László körúti vásártéren vasárnaponként megrendezett zsippiac pedig ugyancsak reggel 6-tól délután 2-ig várja a lakosságot Mindenszentekkor. Kedd reggelre minden eddiginél több 63 krónikus beteg vesztette életét hazánkban a koronavírussal összefüggésben, így 1535 főre emelkedett az elhunytak száma. Az országgyűlés tegnap a karanténszabályok szigorításáról döntött.
2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 63.642 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Kedreggelre elhunyt 63, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1535 főre emelkedett, 16.646-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 45.461 fő. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is. A fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik. A koronavírus járvány terjedése miatt törvénymódosításra volt szükség, így tegnap a parlamentben megszavazták a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok szigorítását. Ennek értelmében a külföldről hazatérők határátlépését követően külön közigazgatási határozat nélkül is automatikussá válik a hatósági házi karantén elrendelése. A Magyarországra érkezőknek tehát a határ ellenőrzést végző rendőrrel kell tudatniuk, hol kívánják teljesíteni karantén kötelezettségüket. Ezt követően, amennyiben rendelkeznek megfelelő eszközzel, egy úgynevezett karantén szoftvert is le kell tölteniük, melynek segítségével a rendőrség ellenőrizheti a hatósági házi karantén betartását. Azokban az esetekben, amikor a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a karanténra kötelezettek kötelesek beengedni a lakásukba a rendőröket. A törvény továbbá tartalmazza, hogy a karantén szabályokat megszegőkre 50.000-től 150.000 forintig terjedő bírság szabható ki, egy jogsértő egy nap alatt pedig legfeljebb 600.000 forintra büntethető. Országszerte fertőtlenítő nagytakarítást végeznek az iskolákban az október 22-től november 2-áig tartó őszi szünetben. A takarítás már a kecskeméti intézményekben is javában zajlik. A szakemberek azt remélik, hogy ez segíti a járvány fékezését. Javában zajlik már az iskolák fertőtlenítése Kecskeméten. Az intézmények takarítását az őszi szünetre időzítették, így az október 22-től november 2-áig tartó szünetben minden ember által érinthető felületet lefertőtlenítenek. Mivel a legtöbb iskolában az elmúlt hónapban több pedagógus és diák is volt fertőzött vagy kontaktszemély, nagyon fontos, hogy országszerte fertőtlenítő nagytakarítást végezzenek. A szakemberek azt remélik, hogy ez majd segít fékezni a járvány terjedését. Október 17-től a buszok első ajtaja mellett kihelyezett QR-kód beolvasásával lehet érvényesíteni a mobiljegy alkalmazásban megvásárolt menetjegyeket, bérleteket. A kód beolvasása akár másfél méterről is működik, így egyáltalán nem okoz sorban állást a jegyek érvényesítése. Ennyire egyszerű a közlekedési mobiljegy érvényesítése Kecskeméten október közepétől. A buszok első ajtaja mellé egy QR-kódot tartalmazó matrica került. A jegy kiválasztása után ezt kell beolvasni a telefonunk kamerájával. Az egyszerűsített módszer a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 3-4 ezer utasának könnyíti meg az érvényesítést. Az érvényesítés után szinte ugyanebben az időpillanatban megkapják a telefonjukra azt az éppen aktuális dinamikus grafikát, kódot, amit az autóbuszvezetőnek bemutatva ő is vissza tudja ellenőrizni, hogy valóban az a díjtermék azon a járaton érvényes. Az új e-buszjegy érvényesítéséhez sérülésmentes mobiltelefon és hozzátartozó internet kapcsolat szükséges. A beolvasás pár tized másodperc alatt végbe megy, és egy másfél méterről is működik. Tapasztalataink szerint még másfél méterről is tud működni. Nagyon rövid idő alatt ez az érvényesítés le tud zajlani. Ezzel nem növeli meg indokolatlanul a felszállási időt. Nem kell senkinek attól tartani, hogy esetleg a többi utas majd morog vele, hogy ő miatta egy kicsit lassabban lehet felszállni. Tehát a menetjegyeket, bérleteket továbbra is a mobiljegy alkalmazásban kell megvásárolni, de sokkal gyorsabban lehet érvényesíteni. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Honlapján, a kekku.hu oldalon további információkat találnak a részletekről. A kecskeméti rendőrök őrizetbe vették azt a sofőrt, aki elgázolt egy nőt szombaton délután Helvécián, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Halálos baleset történt a hétvégén Helvécián. A vétkes sofőr a Kecskeméti úton közlekedett, amikor az út szélén elütötte egy gyalogos nőt, aki az útmenti fás területre esett. A járművezető nem állt meg, hogy megnézze, hogy van a sérült, ehelyett segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A 48 éves nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Holttestét csak másnap fedezték fel, így a helyszínelés is csak akkor tudott elkezdődni. A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét is kérték, hogy mielőbb azonosítani lehessen a baleset feltételezett okozóját. A helvéciai lakosok segítségének köszönhetően ez fél nap alatt sikerült. A halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, illetve segítségnyújtás elmulasztásának büntettével gyanúsítható 37 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására. Megszaporodni látszik az ittasan vezető és balesetet okozó sofőrök száma Kecskemét térségében. A kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai az elmúlt hétvégén több ittas vezetőt őrizetbe vettek. Három sofőr esetében bíróság elé állítást kezdeményeztek. Kecskeméten az Erzsébet körúton szombaton éjjel egy 26 éves férfi vezette jogosítvány nélkül és ittasan járművét. A férfi a kihallgatása során beismerte, hogy a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott. Közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés 23 óra 40 perckor a kecskeméti rendőrség ügyeletére. A járőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol megállapították, hogy egy 40 éves sándorfalvi férfi a hetényegyházi vasúti átjáróban az útmenti árokba hajtott. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, így őt a rendőrök mintavételre előállították. Egy 54 éves nő október 25-én hajnalban a Csányi János körúton haladt egy Citroennel, amikor feltehetően ittassága folytán neki ment egy útszélén parkoló autónak. Az alkoholszonda ez esetben is pozitív értéket mutatott, így őt is előállították. A sándorfalvi férfi és a kecskeméti asszony vezetői engedélyét a rendőrök elvették. Mindhárom sofőr bíróság előtt felel majd az elkövetett szabálytalanságokért. Három év fiatalkorúak börtönére ítélték azt a 16 éves román állampolgárságú férfit, aki egy vita során leszúrta apját Orgoványon 2020. januárjában. A kecskeméti törvényszék tárgyalás kitűzése nélkül az előkészítő ülésen döntött az ügyben. A fiú beismerte bűnét. Három évet kell fiatalkorúak börtönében töltenie annak az orgoványi román állampolgárságú fiúnak, aki 2020. januárjában leszúrta apját egy vita során. A vádlott 6 testvérével érkezett Magyarországra, de 2019. áprilisában a védelembevételüket rendelte el a gyámhatóság, mert a szülők italozó életmódot folytattak, gyermekeikről nem gondoskodtak. A vádlott a gyermekotthonból rendszeresen megszökött, alkalmi munkákat végzett. A fiú édesapja rendszeresen italozott, ilyenkor agresszívan viselkedett, időnként feleségét és gyermekeit is bántalmazta. 2020. január 24-én az akkor 15 éves fiú látogatóba érkezett édesanyja hívására szülei orgoványi lakásába. A szülők két üveg bort, a vádlott pedig három doboz sört fogyasztott el. A szülők között kialakult egy tetlegességig fajuló nézeteltérés, ami odáig vezetett, hogy a fiú úgy gondolta, hogy elmegy, nem akar ennek a részese lenni. Az apja azonban erőszakkal visszarántotta, ekkor közöttük is kialakult egy dulakodás, földre kerültek, és közben az asztalról leesett egy 17 cm pengehosszúságú kés a földre. Ezt a fiú fölvette, és azzal öt alkalommal megszúrta az édesapját, aki ott a helyszínen életét vesztette. Az apa halálát a tüdő szúrt sérülése, valamint vérvesztése sok okozta. A vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségét beismerte, a tárgyalásról lemondott. Az ítélet jogerős, a vádlott a büntetése végrehajtását már meg is kezdte.
Betört valaki a Védőháló Karitatív Egyesület adománygyűjtő boltjába a hétvégén. Készpénzt, női ruhákat, különböző tárgyakat lopott el a tettes. Mindemellett több zárat és ablakot is ki kellett cserélni. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ezen a varázskapun jutottak be, úgyhogy kifeszegették az ajtót, és ezzel bejutottak a garázsunkba, amit mi raktárnak használunk. El is hajlott a Védőháló Karitatív Egyesület adománygyűjtőboltjának garázsajtaja, ahová a hétvégén tört be egy ismeretlen. Miután a raktárat felforgatta, elindult a tettes a főépület felé. Amikor bejutott az udvarra, először megpróbált a bolt ajtón bejutni, és mindenféle dologgal, síléccel, kapával, spaklival, reszelővel, nagykéssel feszegette az ajtónkat, és így jól tönkre is tette. Miután az ajtóval nem bírt el, bár annak zárját teljesen cserélni kellett, az ablakokat törte be, úgy jutott be a tettes az épületbe. A boltban óriási felfordulást okozott az elkövető. Amit elvitt ez az adománydobozunkban, annak a tartalma, azt szétverte az udvaron, amikor kihozta, a váltópénzt vitt el a pénztárgépből, cipős dobozokat dúlt fel, kabátokat, női ruhákat és még a bugyikat is megbolygatta. Hogy pontosan miket vitt el a tettes, azt nem lehet tudni, mivel akkora a boltban található ruhák, tárgyak száma, hogy nem igazán lehet darabonként nyomon követni. Körülbelül 40 ezer forintot lopott el az elkövető. A betörés valamikor hétvégén történhetett. Szombaton még úgy zárták be a boltot, hogy minden rendben van, hétfő reggel pedig jött a telefonhívás, fel van feszítve a garázsajtó. Reggel telefonált az egyik szomszéd az önkéntesünknek, hogy látja, hogy nyitva van a garázsajtó, és ő telefonált nekem, hogy valószínűleg, hogy mit hallott. Ide jöttem, és valóban nyitva volt. Akkor hívtam a rendőrséget, és kijöttek, helyszíneltek, és ez történt azóta, megjavítottuk az ajtót, mert a grongálás okozott valóban nagy kárt nekünk. A két ajtót kellett megjavítatni, ablakokat beüvegeztetni, inkább azt jelentett, nálunk nincs érték. A rongálások során az elkövető körülbelül 100 ezer forint kárt okozott az egyesületnek. Somogyi Tímea azt mondta, sose fordult meg a fejében, hogy valaki betörne a boltba, hiszen mindig mindenkin segítenek az ott dolgozók. A rendőrség nyomoz az ügyben. A Kecskeméti járási ügyészség 86 rendbeli csalás miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki az egyik internetes oldalon különböző termékeket hirdetett azzal a hamis ígérettel, hogy előre fizetés mellett postázza az árut a vevőnek. Fél év alatt közel 1 millió forinttal gazdagodott. Egy veszprémi nő 2017 tavaszán elhatározta, hogy úgy tesz szert rendszeres haszonra, hogy nem létező termékek előre fizetés melletti eladását ígéri az egyik internetes hirdető oldalon. A nő két módszert alkalmazott. Volt, hogy a sértettek által vásárlási szándékkal feladott hirdetésekre jelentkezett, és bár az adott termékkel vagy szolgáltatással nem rendelkezett, mégis elkérte a vételárat, majd eltűnt. Az ügyészségi iratok szerint a vádlottnak a teljesítés eleve nem állt szándékában, célja kizárólag a becsapott áldozatai pénzének jogtalan megszerzése volt. A másik módszer az volt, amikor a vélelmezett csaló adott fel valótlan tartalmú hirdetéseket, amelyekben különböző termékeket kínál eladásra. Infralámpaizótól a kézisújzon, babakocsi napernyőn és a fa szoba galérián át egészen az üdülési jogig terjedt a csalással vádolt nő termékköre. A vádirat szerint összesen 86 az ország különböző területein élő sértettet, köztük két kecskeméti férfit csapott be és okozott nekik 1500 forinttól 173 ezer forintig terjedő kárt. A nő család módon közel fél év alatt több mint 900 ezer forinttal gazdagodott, amelyből az eljárás során mintegy 100 ezer forint összegű kárt érült meg. A sértettek a káruk megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentettek be. Az ügyészség a vádlottat a kicsalt összegek nagyságától függően üzletszerűen elkövetett csalás büntettével és vétségével vádolja, és végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Karanténba került a Skorgol Kecskemét futszál csapat. A legutóbbi meccsük után több játékosuk is koronavírusra utaló tüneteket produkált. A tesztelések eredményén múlik, hogy pályára tudnak-e lépni a pénteki mérkőzésükön. Karanténban van a Skorgol Kecskemét futszál felnőtt csapata.
A Nyírgyulai elleni meccset követően több játékosuk is koronavírusra utaló tüneteket produkált. A Szkorgól Kecskemét futszál számára az emberi élet védelme, sportolóik és környezetük egészsége a legfontosabb, ezért a játékosokat és a stáb tagjait önkéntes karanténra kötelezték. A tesztelések folyamatban vannak, ezek eredményének függvényében dől majd el, hogy a pénteki Deac elleni összecsapáson pályára tudnak-e lépni vagy sem. Csapatunk idáig is mindent megtett, hogy megelőzzük a megbetegedéseket, és ezután is maximálisan be fogjuk tartani azokat a szabályokat, amelyeket a szakemberek előírnak, írták közleményükben. Ma délelőtt hivatalosan is bejelentették, hogy elmarad a KTE kosárlabda klub szerdai meccse a Falkó KC ellen. Hétfőn közleményt adott ki a Falkó KC Szombathely, amely szerint egyik játékosuk pozitív tesztet produkált a második szűrés alkalmával. A jelenlegi szabályozás mellett így karanténba került az egész felnőtt csapatuk. A közönség azonban nem marad hazai meccs nélkül a héten. Szombaton az Aegis Körment gárdáját fogadja a KTE 18 órától a Messzi István sportcsarnokban. Kedves nézőink, most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Idén más lesz a Mindenszentek ünnepe a koronavírus járvány miatt. Nem indítanak temetői buszjáratokat, és nem lesz ökumenikus istentisztelet sem. Szigorította a karantén szabályokat az országgyűlés. Akár 600 ezer forintra is megbüntethetik azt, aki megszegi a hatósági házi karantén szabályait, ha egy nap többször elkapják. Az egy alkalommal kiszabott büntetés maximum 150 ezer forint lehet. Betörtek a Védőháló Karitatív Egyesület adományboltjába. Készpénzt, női ruhákat és egyéb különböző tárgyakat vitt magával az elkövető. Mindemellett több ajtózárját és ablakokat is ki kellett cserélni a betörés miatt. A rendőrség nyomoz. Lakossági segítséggel találták meg a kecskeméti rendőrök azt a sofőrt, aki a hétvégén elgázolt egy nőt Helvécián, majd anélkül, hogy segítséget nyújtott volna, tovább hajtott. Az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy életét veszítette. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan következik a kiemelő, amelyben a ma 70 éves Kodály iskola lesz a központi téma. Vendégünk lesz Balogné Pap Boglárka, az iskola jelenlegi igazgatója. Ladics Tamásné volt igazgató és az iskola egykori diákja, dr. Kovács Lóránt, a Neumann János Egyetem ganfkarának dékánja. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információval holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán borult, ködös idő várható, a napi hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Mérsékelt lesz a délnyugati szél, csapadékra nincs kilátás. Csütörtökön már nem valószínű köd, de egész nap borult lesz az ég felettünk. Délután esőre is készülnünk kell, 6 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk a nap folyamán. Estére megélénkül az északnyugati szél. Pénteken ugyancsak borult lesz időjárásunk, és az eső is végig kíséri a napot. Napközben élénk lesz a délnyugati szél, estére pedig az északnyugati szél erősödik meg. 6 és 12 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk.